Köszöntöm kedves nézőinket, Önök szeptember 1-i híradónkat látják. Szerbiában az átlag nyugdíj összege 27.700 dinár, ami legalább 1.100 dinárral fog nőni. A kormány által néhány nappal ezelőtt hivatalosan is bejelentett nyugdíjemelést januártól kell várni, az pedig már most biztos, hogy legalább 4%-os növekedés lesz. A nyugdíjemelés a svájci modell szerint zajlik, amelynek értelmében az időskori járandóságot az infláció 50%-ával és az átlagbér növekedésének 50%-ával hangolják össze. Ingyenes 10 napos rehabilitációra jelentkezhetnek a szerbiai gyógyfürdőkbe a nyugdíjasok, a részletekről Ortó Károly, a Topolyai Nyugdíjas Egyesület alelnöke számolt be. Minden évben a betegbiztosító terhére megszervezik az 10 napos ingyenes gyógykezeltetést azoknak a nyugdíjasoknak a részére, akik eleget tesznek a feltételeknek, tehát a pályázatban előírt feltételeknek. Feltételek közül mindjárt kiemelném azt, hogy a nyugdíj magassága az 27.775 dinár lehet, és az alatt lehet pályázni erre a lehetőségre. Ebben a pályázatban több változás történt az előző évekhöz viszonyítva, és szeretném elmondani a feltételeket, ami azt jelenti, hogy a kérvény mellé mellékelni kell egy nyugdíjcsekket a 2020-as évből. Kell mellékelni egy bizonylatot arról, hogy ki mekkora nyugdíjra tett szert külföldön, tehát akinek vannak munkaévei külföldön, azoknak igazolni kell ezt az összeget, ezt egy banki kivonattal tudják igazolni, vagy viszont hogyha csak dolgoztak és nem jogosultak nyugdíjra külföldön, akkor egy végzést, amit ők ott megkaptak, azzal igazolják, hogy igen, van nyugdíjéveket szereztek, de viszont azért ők nem kapnak nyugdíjat. A következő dokumentum, amit mellékelni kell, az egy orvosi bizonylat, ami annyit jelent, hogy egy létező, otthon található orvosi bizonylat, ahol természetesen le van írva a betegségnek a jellege, amin alapján fogják meghatározni, hogy kit, melyik gyógyfürdőbe fogják utalni. Ez mellett kell, hogy ott legyen a személyi igazolvány is, természetesen az adatok igazolása véget, és ezt a dokumentációt ezt szeptember 7-éig át tudják adni, vagyis szeptember 7-éig a Topolyai Nyugdíjas Egyesület székhelyén a Fő utca 58-as szám alatt kitöltjük a kérvényeket és továbbítjuk a megfelelő helyre, tehát szeptember 7-e az utolsó dátum, ameddig nyitva van ez a pályázat, ami ezt a gyógykezeltetést illeti. Nem csak ezek a változások történtek ebben az évben. A pályázat alapján minden nyugdíjasnak jogába van beadni a kérvényt. Ez azt jelenti, hogy nem csak a nyugdíjas státusza véget és a nyugdíj véget lehet átadni, ami azt jelenti, hogy az idős, a munkából való nyugdíjat, aki szerezte, a földműves nyugdíjasok és az iparos nyugdíjasok, és a másik föltétel viszont az, hogy tehát mindenki, aki öregségi munkarokkant, vagy pedig családi nyugdíjjal rendelkezik, és ilyen módon lesznek csak rangsorolva azok, akik átadják a kérvényt. Ezt a kérvényt, ahogy mondtam, a Fő utca 58-as szám alatt lehet átadni, de bármilyen kérdésük van, hozzánk tudnak fordulni székhelyünkön a 711-198-as telefonon minden információt megkapnak, és várjuk azokat, akik úgy gondolják, hogy eleget tettek ennek a felhívásnak, ahol még egy változást el kell, hogy mondjak. Az új szabályzat útmutatója szerint a jogosultak azok lesznek, akik
idáig, mint nyugdíjasok, és ez a szabályzat szerint nem használták a gyógykezelést, az üdülést, azok fognak jogot szerezni erre a lehetőségre. Tehát még egyszer hívok mindenkit, hogy használják ki ezt az alkalmat, és gyógyuljanak meg. Szeptember 1-től csak 4 határátkelő működik majd a szerb-magyar határon, közölte Magyarország szabadkai főkonzulátusa. A legnépszerűbb közösségi oldalon megosztott bejegyzés szerint a magyar-szerb határszakaszon kizárólag az alábbi határátkelő helyek működnek szeptember 1-től. Röszke autópálya átkelő 24 órán át működik, a Tompa közúti átkelő 24 órán át, a Herceg-Szántói közúti átkelő 24 órán át, valamint a Kelebiai vasúti átkelő. Aki a tranzitútvonalat szeretné használni, annak a Röszke autópálya vagy a Tompa közúti átkelőn kell belépnie Magyarország területére. Ünnepélyesen fogadták az első osztályba induló tanulókat a Topolyai Nikola Tesla általános iskolában is. Az ünnepséget az iskola udvarán tartották meg. Varga Arabella, a Nikola Tesla általános iskola pszichológusa nyilatkozott. Igyekeztünk megadni az ünnepélyes módot annak ellenére, hogy ugye a járványügyi helyzet igazán ezt nem engedi meg, és ezért az udvaron egy rövid kis műsorral készültünk a gyerekek számára, és ezt követően a tanítókkal a gyerekek följöttek tantermeikbe, átvették az önkormányzat, illetve a nemzeti tanács által előállított kis ajándékcsomagokat, és ezt követően a szüleikkel távoznak majd az első nap után az iskolából. Hány elsős kezdte meg itt az iskolát az önök iskolájában? Az idei tanévben 62 elsős iratkozott be, ebből 35-en szerb tannyelven és 26 elsős magyar tannyelven, illetve egy tanulónk van speciális tagozaton első osztályba. Most a járványügyi helyzetre való tekintettel egy kicsit átalakultak a dolgok az iskolában, hogyan tudták ezt megszervezni? Igen, hát ugye figyelembe kellett vennünk az osztályok létszámát, így két váltásra szedtük szét a diákokat, az alsós tanulók délutáni váltásba fognak iskolába járni, a felsősök pedig délelőttibe. Az osztályok többségében sikerült, mivel kis létszámú osztályaink vannak, csoportokra osztás nélkül megoldani a tanítást. A felső osztályokban vannak olyan tagozatok, ahol csoportokra kellett osztani a diákokat, ők váltásra fognak bejárni, illetve az a csoport, amelyik nem lesz jelen az iskolai tanításon, az online követi a tanítást az adott héten. A Magyar Nemzeti Tanács idén is támogatta a magyar nyelven tanuló diákok iskolába indulását. A gyerekek iskolatáskát és tanszercsomagot kaptak. A részletekről Fazekas Robertet, a Magyar Nemzeti Tanács Kulturális Bizottságának alelnökét kérdeztük. Magyar Nemzeti Tanács hasonlóan az elmúlt esztendőkhöz most is egy gazdag iskolakezdési csomaggal ajándékozta meg az anyanyelvén tanuló elsősöket. Azt szoktuk elmondani, hogy fontosak a közösség számára, mert nekik is legalább olyan fontos, hogy anyanyelvükön tanuljanak, hisz így tudják a legtöbb tudást magukba szívni. Ehhez mi hozzájárultunk egy minőségi iskolatáskával, és igazából egy olyan csomaggal, amiben a könyveken kívül minden benne van, a tolltartótól a füzetekig, a xilofontól a tornaeszközökig, ami azt gondolom, hogy minden tekintetben minőséges is, és azért egy nagy segítséget jelent a szülőknek ilyenkor az iskola kezdéskor. És amit még el szeretnék mondani, és itt Topolyán is ez látszott az arcokon, hogy mi vírusról beszélünk, meg sok mindenről, de a gyerekek olyan vidáman jöttek, és úgy örültek az első napnak, illetve mindenre úgy válaszoltak, hogy igazán öröm itt lenni, egy kicsit feltöltődünk mi is, és talán ez erőt ad ahhoz a munkához, amikor is azt mondjuk, hogy minden magyarul tanuló gyermek számít, és ezt komolyan is gondoljuk. És teszünk is érte. Csökkentett létszámmal, szigorú egészségügyi előírások betartása mellett kezdte meg a munkáját a Topolyai Bambi iskoláskor előtti intézmény. A döntést az önkormányzat illetékeseivel történt egyeztetést követően hozta meg a Bambi vezetősége. Fényszárosi Fekete Tíme, az intézmény igazgatónője elmondta, hogy minden reggel lázméréssel, cipőfertőtlenítéssel, kézfertőtlenítéssel kezdik a napot. Az objektumok fertőtlenítése megtörtént, és ezután is folyamatos lesz. A távolságtartásra vonatkozó szabályokat is betartják.
A játékot követő foglalkozások is arról szólnak majd, hogy hogyan kell vigyázni a tisztaságra. Mivel csak azok a gyerekek jogosultak napközis ellátásra, akik esetében mindkét szülő igazoltan munkaviszonyban van, így az eredeti létszám is lecsökkent mintegy 620-ra az eredeti 700 feletti létszámról. Az igazgatónő azt is elmondta, a gyerekek számára a maszk viselése nem kötelező, viszont az ott dolgozók mindegyike köteles az épületen belül maszkot viselni. Úti költségtérítést igényelhetnek a községi költségvetésből azok a Topolyai község területén élő középiskolások, akik a küszöbön álló iskola éppen napi szinten utaznak az oktatási intézménybe vonaton, autóbuszon, esetleg egyéb szállítóeszközzel. Az igényléseket a szükséges okmányokkal együtt szeptember 4-éig lehet átadni Topolya község közigazgatási hivatalának az iktatójában. Az ügyfélszolgálat 2-es számú tolóablakánál, a falvakban pedig a helyi közösség ügyfélfogadó irodájában lehet átadni a kérvényeket. A pontos részletek Topolya község hivatalos honlapján olvashatóak, melynek elérhetősége www.botopola.org.rs. A szerb szuperliga 6. fordulójában a TSC csapata Belgrádban 5-0-ás vereséget szenvedett a Crvena Zvezdától. A mérkőzés már gyakorlatilag az első játék részben eldőlt, hiszen Alexander Kátai háromszor is betalálta a topolyaiak kapujába. A második félidőben Zsejko Gavrić és Mirko Ivanić is gólt lőtt, így a TSC súlyos vereséget szenvedett. Szabó Zoltán tanítványai 6 forduló után 8 pontot szereztek, és 10-ek a táblázaton. A TSC a következő fordulóban szeptember 12-én a Nisi Radničkit fogadja Zentán. Hát egy 5-0-as vereség után nem lehet sok jót mondani. Természetesen nagyon fáj ez a vereség. Zvezda megérdemelten nyert, sokkal jobb volt, mi nem voltunk azon a szinten, amin kellett volna. Úgy látszik, hogy nem pihentük ki magunkat az európai mérkőzés után. Lesz egy válogatott szünet, majd jó kipihenjünk magunkat, és fölkészülünk majd a Radničkin is, Rázlecsunk. Most a fontos.
Az Európa Liga selejtező második fordulójában a TSC csapata román ellenfelet kapott, hazai pályán játszanak majd. A meccset szeptember 17-én rendezik meg. Szerdán a napsütés kerül túlsúlyba, a szél néhol még élénk lehet, a hűvös hajnal után délután 24 fok valószínű. Csütörtökön kellemes késő nyári idő várható több órás napsütéssel, a szél mérséklődik, a hűvös hajnalt 25 fokos délután követheti. Pénteken és szombaton is nyugodt időben lehet részünk, szinte nem is lesz felhő az égen. Hűvös hajnalokat nyárias délutánok követnek, 27 fokig emelkedik a hőmérséklet. A légmozgás mérsékelt marad, csak egy-egy élénk széllökés lehet.